Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Húsvét 6. vasárnapján a Szent Mise áldozatot felajánlom Sidó Imre testvérünk lelke üdvéért, így vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük Úrunk szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én védkem, én igen nagy védkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szemlőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, megbocsátván bűneinket, vezessen el az örök életre. Könyörögjünk! Mindenható Istenünk, add, hogy odaadó buzgósággal ünnepeljük Urunk feltámadásának örömnapjait. Engedd, hogy cselekedeteinkkel mindenkor életre váltsuk, amit az emlékezéssel felidézünk. A mi Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben. Isten mindörökkön, örökké!
Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Amikor Péter megérkezett Cezáreába, Kornélius százados eléje sietett és a lábához borult, hogy hódoljon neki. De Péter fölemelte. Állj fel, mondta, hisz én is csak egy ember vagyok. Majd szólásra nyitotta ajkát és ezeket mondta. Valóban, el kell ismernem, hogy Isten nem személyválogató. Mindenki kedves előtte, bármely néphez tartozik is, aki féli őt és az igazságot cselekszi. Péter még be sem fejezte a beszédet, és a Szentlélek már leszállt mindenkire, aki hallgatta a tanítást. A zsidókból lett keresztények, akik Péterrel érkeztek, ámulatba estek, hogy a Szentlélek ajándéka a pogányokra is kiáradt. Mert hallották, hogy megkapták a nyelvek adományát, és magasztalják Istent. Péter megszólalt. Meg lehet-e tagadni a keresztvizet azoktól, akik a Szent Lelket éppen úgy megkapták, mint mi? Elrendelte tehát, hogy Jézus Krisztus nevében kereszteljék meg őket. Őt viszont arra kérték, hogy maradjon még náluk néhány napig. Ez az Isten igéje. Szent Lecke Szent János apostol első leveléből, testvéreim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. Mindenki, aki szeret, Istentől való és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten szeretet. Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy Isten elküldte a világba egyszülött fiát, hogy általa éljünk. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte a fiát bűneinkért engesztelésül. Ez az Isten igéje. Legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak. Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen.
Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja a barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. És arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása. Krisztusban, kedves testvérek, megvallom őszintén, hogy adódott egy lehetőség, hogy a főpásztorommal, a püspökatyával kellett beszélgetnem, és megkérdezte, hogy mi újság velem, és elmondtam a sablon a szövegeket, hogy minden rendben, minden szépen megy az egyházközségbe, minden oké, és megkérdezte tőlem, hogy hát, 3 éve pap vagy, hogy miben fejlődtél. És gondoljuk el azt, hogy ott vagyunk a főnökünknél, mindenki próbál egy jobb pozíció felé törekedni, és ő megkérdezi tőlünk, hogy mibe fejlődtünk. És amikor az ember erre így nincs felkészül, vagy ó, most erre válaszolni kell valami komolyat. És elkezdtem gondolkodni, szerencsére jött föntről a szöveg. Mondtam, hogy az emberi kapcsolataimba fejlődtem. Mert azt vettem észre, hogy amikor még tanuló voltam, akkor nagyon zárt személyiség voltam, hogy nem nyitottam így feltétlenül az emberek felé, hanem egy kicsit így önmagamba így belekaroltam is, úgy bezártam magamat. És hogyha megkérdezné a hívektől mondjuk, hogyha a munkahelyeken lennénk a főnök, hogy mibe fejlődtünk, akkor mi mit mondanánk? Én azt gondolom, hogy Jézus Krisztusnak a szavai azért el tudnak bennünket gondolkodtatni, mert ő úgy szól hozzánk, olyanok az emberi kapcsolatai, hogy ez leírhatatlan. Amíg az ószövetségi ember azt gondolta, hogy Isten nagyon szigorú, egy nagyon zárt valaki, aki néha méltóztatik az embereknek megjelenni vagy üzenetet küldeni, Jézus Krisztus azt mondja, hogy én szeretlek benneteket. Sőt, még azt is mondja, hogy én barátaimnak tartalak benneteket. És ez megdöbbentő, hogy nem szolgának tart bennünket, mert hát Isten ott van fönt, mi itt vagyunk lent, mi vagyunk az ő kicsi teremtményei, és hát teljesen normális lenne, hogyha Isten azt mondaná, hogy hát dolgozzatok emberek, vagy tegyétek meg a kötelességet mondjuk felém, az Isten felé. És ő azt mondja, hogy én nem ilyen kapcsolatot akarok, nem ilyen zárt kapcsolatot, hogy én ott fönt vagyok, ti meg itt lent, hanem baráti kapcsolatot, emberi kapcsolatot. Csak ahhoz azt gondolom, hogy szükség van egyfajta nyelvezetre is. Amikor Jézus beszél, akkor nem ilyen lekezelően beszél, nem lenézően beszél, hanem szeretettel teljesen. És amikor mi beszélünk emberek egymással, akár a családban, akár csak így kint a templom előtt vagy az utcán, meg lehet figyelni, hogy mindenkinek más a nyelvezete. Mindenki másképp fordul az emberhez. Valaki olyan közeledő, valaki távolságtartó, valaki nagyon közel enged a másikhoz, valakinek kell egy kis idő, hogy feloldódjon, de mindenképp meg kéne tanulnunk azt, hogy megismerjük egymásnak a nyelvét. És hogy az Isten azonnal nyitott egy ilyen nyitással, hogy nem szolga vagyok, nem csak egy munkatárs vagyok, hanem egy barát vagyok számára. És hogy mi is felfedezzük egymásnak a nyelvét, nekünk embereknek ez nagyon jól esik, hogy Isten barátként néz ránk. De amikor mi a másikhoz odafordulunk, akkor a mi nyelvünkön mit tükröződik? Amikor a főnök megszólítja, hogy na, mibe fejlődtél? Hát, ha így teszi fel, akkor megáll bennem az ütő. De hogyha egy kicsit szeretetteljesebben mondja, hogy és hogy látod, hogy miben fejlődtél? Egyből más. Azt mondja Gary Chapman, amerikai családterapeuta, hogy nagyon sok konfliktusunknak az a forrása, hogy nem értjük meg egymás nyelvét. Nem találjuk meg a megfelelő szót a másikhoz. És próbálkozunk, és kapálózunk, és nem tudjuk a másikat megérinteni.
Vagy nem tudjuk a másikat szeretni, mert a nyelvünk elcsúszik. És hogy ne csúszson el a nyelvünk, a legnagyobb mesterhez kellene fordulnunk, Jézushoz, aki aztán tudta, hogy kell egy embert megszólítani. És hogy mi is tanuljuk azt, hogy hogyan szólítjuk meg a párunkat, mondjuk 5 év házasság után, vagy 20-30 év házasság után, vagy egy tanár megtanulja azt, hogy a diákot hogy szólítsa meg, hogy nehogy átbillenjen a diák, hogy akkor most puszipajtások vagyunk. Úgy nekem papként is meg kell tanulnom azt, hogy a híveket hogy szólítsam meg. Hogy ne legyen túl tolakodó, ne legyen olyan, hogy túl közel engedem magamhoz, de hogy egészséges legyen. És hogy a Jézus meg azt mondta, hogy neki az a módszere, hogy én úgy szólítom meg az embereket, mintha a barátaimat. De kicsoda az igazi barát? Vagy ki az a barát? Kit szólítunk ma barátnak? Elterjedt az a zsidó szó, hogy haver. Ez egy zsidó szó. És régen te még arra mondták, hogy haver, akivel így a jóba együtt voltunk, a rosszba meg nem. És mi nem haverjai vagyunk Istennek, hanem barátai. Tehát ez azt jelenti, hogy a barát az attól több, hogy a rosszban is mellettünk van. Csak mi már elfelejtettük szerintem, hogy ki az igazi barát. Hány ember mondhatná el, hogy nekem van igazi barátom? Aki ott van mellettem a rosszban is. Mert hogy az emberi kapcsolatainknak ez is a lényege, hogy van a család, az egy intim kör. És van a barát. A családot nem mi választottuk, a barátot mi válasszuk. És hogy Isten is így bennünket választ, minden embert. És akkor mondja, hogy hát a barátaim vagytok, akkor én a barátaimmal hogyan kezdek el állni? Ki a barát? Már a görög filozófia is gondolkozott róla, hogy ki a barát. És azt mondja Plátón, hogy amikor a barátságról elmélkedik, hogy az a barát, aki az én barátom, azt nem tudom kimeríteni, nem tudom fölfogni. Mert a barátságnak annyi szála van, annyi mindent lehetne róla írni, meg elmélkedni. És amikor Jézus bennünket barátainak mond, akkor én egy dolgot vettem észre. Ahogy néztem a tanítványait, ugye Péter is volt az egyik kedvenc tanítványa, meg János. Jézus számára az volt a barát, aki elárulhatta őt. Péter elárulta. A többi tanítvány így elfutott, mert megijedtek, meg tudjuk a történetet. De az igazi barátsághoz az is hozzáfér, hogy engem elárulhat a barátom, de én megbocsátok neki. És ebben van egy óriási intimitás. Amikor így megengedjük annak az embernek, akit szeretünk, hogy mondjuk bántson bennünket. És Jézus megengedte Péternek, hogy bántsa, mert megszólalt a kakas, ő meg elárulta. És hogy mi a barátainknak megengedjük, hogy eláruljanak bennünket? Megengedjük azt, hogy kihasználjanak? Vagy megengedjük azt, hogy valamilyen oknál fogva csak a jót vegyék el belőlünk? Mert mostanában, mint azt látnánk, hogy arra tanítják mondjuk a gyerekeket, hogy mondja a tipikus szülő, fiam, azzal barátkozzál, aki felhúz téged. Iskolába ülj oda, aki majd a matekba tud segíteni. És emlékszem, hogy nekem is ez volt a stratégiám a gimiben, hogy én nagyon humános voltam, és akkor a történelmet, irodalmat a pattársamnak súgtam, ő meg a matekot. Mert hogy így ez volt így felénk táplálva, hogy mindenki találja meg azt az embert, aki majd húzza fölfelé. Csak az a szomorú, amikor mi azért keressük a jó emberi kapcsolatokat, mert megtetszik valakinek a járuléka. Hogy nézd már, ez gazdag, ezzel jó barátkozni. Na majd ő mindig meghív valamire. Ezzel jó barátkozni, mert ennek tök jó kapcsolatai vannak, ez jó parti lesz. Vagy a párválasztásnál, amikor mondja az anyuk, hogy na fiam, ez jó lesz, ide kell benősülni. És nagyon sokszor csak egymásnak a járulékait látjuk, hogy ez jó, ez jó, ez jó, ez jó, ez jó, de az, hogy mi van az embernek a lényegébe, ezt nem látjuk. Ahhoz kell a bölcsesség. Régi római szokás volt, hogy ugye a rómaiak az ókorban tógában jártak, az egy olyan ruha volt, mint rajtam ez a mise ruha. És képzeljük el, hogy 13 méter hosszú anyagból készült. És amikor üdvözölték egymást a rómaiak, mondták, hogy szálve, akkor kinyújtották a kezüket. Na nem úgy, mint a németek a II. Világháborúban, de így köszöntötték egymást. És amikor a római köszöntötte a másik rómait, akkor látszódott, hogy az a 13 méter anyag ruha, ami rajta volt, nem takar el semmilyen fegyvert.
itt nincs fegyver. Mert annyira bizalmatlanok voltak egymással, hogy kellett jelezni, hogy nyugalom, nem foglak hátba támadni. És tudjuk, hogy mi volt erre a válasz? Nem pacsi, meg kezelés, meg öklözés, hanem ölelés. És megölelte a másik római, mondta, hogy caro amicus, vagy cara amica, kedves barátom, vagy kedves barátnőm nőnembe, és volt ölelés. És nem értették félre. És kimerték fejezni az emberek az érzelmeiket, ilyenek. Ma már mi ezekkel nem tudunk azonosulni. Mert lehet, hogy megvan a tisztességes distance, a kis távolság egymástól, nem merjük közelengedni magunkat a másikhoz, mert félünk. Mert már nincsenek nagyon igaz barátok. Valahogy ez így kezd kiveszni, már nem engedjük magunkhoz közel a másik embert, mert félünk, hogy visszaél azzal az intim résszel, ami bennünk van, a titkainkkal, mert valljuk be őszintén, hogy ezek az intim részek, a titkaink, amit nem mondunk el otthon a családtagjainknak, a szüleinknek, csak a barátainknak. És Jézus azt mondja, hogy nekem ti ilyen barátaim vagytok, hogy én kiszolgáltatom magamat nektek, elviettek a keresztfára, meg lehet keresztre feszíteni engem. Én ezt is megengedem, mert az Isten szeretete ilyen végtelen. És amikor feltekintünk a keresztre, akkor ezt fogjuk látni, hogy az Isten ennek ellenére, hogy mi elárultuk őt, még mindig a barátainak tekint. És hogyha nem is találjuk meg az életben az igaz barátokat, vagy ha el is veszítjük őket, akkor tudjuk azt, hogy nekünk van egy Jézus Krisztusunk. Aki azt mondja, hogy ha van titkod, amit tényleg senkinek nem mersz elmondani, és nem tudod megoldani senkivel, velem megoszthatod. Hogyha tényleg pácban vagy és szégyenled, akkor velem megoszthatod. Ha kétségbe vagy esve, velem megoszthatod. És valljuk be őszintén, hogy van az embernek olyan bugyra, amit tényleg nem mond el senkinek. Csak Istennek. De itt van. És vár bennünket. És mindenkinek azt kívánom a mai vasárnapon, hogy fedezze fel azt, hogy az Istennek mindent elmondhatunk. Ő nem csak fönt van, nem csak fentről dirigál, meg nézi, hogy hogyan szenvedünk. Ő mindig meg akar minket hallani. Mindig vár bennünket. Mindig akarja, hogy figyeljünk rá. De hát tudjuk, hogy a barátság alapja az, hogyha energiát fektetünk, időt fektetünk a másikba, mint minden kapcsolatnál, így az Istenre is kell idő. És az idő, az a csönd és a nyugalom. És mindig legyen legalább egy napi fél óránk, amikor csönd van, nyugi van, biztos, hogy nem fogunk fél óráig beszélgetni jó Istennel. De higgyük el, hogy meg fog gyógyítani bennünket a csönd. Mert a csöndben az Isten szól hozzánk. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében, hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született, az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették, harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségbe, ítélni élőket és holtakat, és országát nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetünkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút, ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban,
Vallom az egykeresztséget, a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreim, Isten maga a szeretet, kérjük kegyelmét, hogy szeretetünket soha meg ne roncsa az önzés méteje. Áld meg, Urunk, Szent Atyánkat, Ferenc pápát, hogy a Szent Lélek erejével hirdesse Isten szeretetét. Szüntesd meg, Urunk, a kíméletlen vetélkedést és az ellenségeskedést a népek között, hogy szeretetben éljenek egymással. Gyógyíts ki, Urunk, a világot az önzés betegségéből, hogy megszűnjön az ínség és a nyomor a földön. Engedd, Urunk, hogy egyházközségünk tagjai becsüljék meg egymásban Krisztus barátait. Árazd reánk, Urunk, szent lelkedet, hogy tanításod szerint helyesen szeressük egymást. Urunk Istenünk, engedd, hogy mi, akik a keresztségben fiat képére formálódtunk, általa az igaz szeretet példaképei lehessünk, aki veled él és uralkodik mindörökkön örökké. Mert a te bőkezőségedből kaptuk a kenyeret, felajánljuk neked, mint a földet. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, fogadd el könyörgéseinket, áldozati adományainkkal együtt, add, hogy kegyelmed erejéből megtisztulva, atyai jóságot szentségeihez méltók legyünk. Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. Mert megsemmisült a múlt, az elesett világ újraéled, és életünk teljes épségét visszanyerjük Krisztus által. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagy világ örvendezve újjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok dicsőséget himnuszát zengik, s vég nélkül éneklik. Szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, a Szent Lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked.
Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szent Lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, a Szent Szűz jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben, földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és György püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig is, mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk. Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítünknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Fel.
feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét. Kiélsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, Te Krisztus feltámadásában újjáteremtesz minket az örök életre, növeld bennünk a húsvéti szentség kegyelmét, és az üdvösség kenyerének erejét árasz szívünkbe, Krisztus a mi Urunk által. Szeretettel hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy jövő héten továbbra is este 7 órakor kezdődnek a szentmiség hétköznap itt a Kék templomban. Az esti hetes szentmise után pedig elimádkozzuk a Loretói litániát, pénteken 6 órakor szentségimádást tartunk 7 óráig, 7 óra után pedig a szentmise után ismét elimádkozzuk majd a litániát. Hirdetjük továbbá, hogy a katolikus püspökkari konferencia felhívta a figyelmet arra, hogy ezen túl már nem tetszőleges a vasárnapi szentmise résztvétel, ezért, hogyha valaki nem tud részt venni vasárnapi szentmisén, félelemből vagy saját döntésből, azt kérjük majd a Szent Gyónásaikban emlékezzenek meg erről, most pedig majd a Loretói litániát imádkozzuk el így a szentmise végével. Áldott vasárnapot kívánunk mindnyájunknak! Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya és a Fiú és a Szent Lélek. Mondjunk áldást az Úrnak!
imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja. Könyörögjünk, enged kérünk mindenható Isten, hogy híveit, kik a szentséges Szűz Mária nevén és oltalmán örvennek, az ő hathatós esedezése következtében, a földön minden gonosztól megmenekülve, a mennyben az örökké tartó örömre eljutni érdemesek lehessenek, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Isten, te szent fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus feltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál. Add meg, kérünk, hogy Szent Anyja Szűz Mária által az örök élet örömeit elnyerhessük, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Oltalmad alá tudunk, Istennek szent szülője, könyörgésünket megnevesszük szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, minden koron dicsőséges és áldott Szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk, engedd meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűz Anya, keservét a húnak, bajnak, elosztatni van hatalmat. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, ő imáid gyermekének, nem te soha nem beted meg. Hol a szükség kínjanad, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűz Anya. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tiéd legyek, tiéd élek s halálban, tiéd jó és bal sorsban, tiéd küzdve szenvedve, tiéd most és örökre. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tiéd legyek. Anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utána nevedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez. Anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó, jöjj, segíts küzdeni, anyám, ó, jöjj, segíts szenvedni, anyám, ó, jöjj, s ne hagyj elveszni. Hiszen tud segíteni, jó hatalmas, akarsz is segíteni, jó irgalmas, kell is segítened, ó, hűséges, fogsz is segíteni, jó kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalmai is menedéke, földreménye s mennek ékessége. Kikérte még segélyedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgattatlanul. Azért biztos mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztos
biztosan állítom életben s halálban, Mária mindig segít minden harcosban. Azért hiszem, s meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, ó anyám, fönn az ügyben. Szűszörője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet s halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve szenvedve, tied most és örökre. Szűszörője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Amen. Imádkozzál érettünk, Szent József. Méltunk elsőt a könyörögjünk, szentséges szűzanyád jegyesének érdemeire kérünk, Úristen. Add, hogy amire könyörgéseink elégtelenek, az ő közben járására megnyerjük tőled. Ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Mennyei kenyeret adtál nekik, alleluja! Könyörögjünk, mennyei atyánk, ittel valljuk, hogy fiad Jézus Krisztus, kiszűz Máriától született és a keresztfán értünk szenvedett, jelen van az oltári szentségben, add meg nekünk, hogy ebből az isteni forrásból örök üdvösséget merítsünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.